Köszönöm, hogy elcsendesedtünk, mert amire készül a világ, az a csend. Az a csend, ami pont a világunkban hiányzik. Hiszen a világ annyi gondját, háború, zaj, fegyveres zajok, embertelenség, gyilkosság, mintha nem tanulnánk abból, ami 2000 évben már él, Jézus tanítása. Mindig erre a születésnapra készülünk, de valahogy ez a születésnap után kisítünk, mert az ember fölé akar szállni Istennek, és ő maga akarja uralni a világot. Hát már eltelt jó pár év, rá kéne döbbennünk, hogy te ember, csak teremtmény vagy. Neked szükséged van arra, akit oly nehéz van befogadni a 21. században. Mert annyi minden zavarol bennünk a fejünkben, a szívünkben, annyi mindent beleteszünk a karácsony ünnepébe, és akkor sokan mondják, hogy már 20-an a fal, a falámányosítva. Csak éppen egy hiányzik. Jézus. Jézus gyerek, élj. Jézus oda akar menni közel hozzá. Olyan közel, amilyen közel csak engedett. A szívemben akar megszületni. Több mint 2000 évvel ezelőtt ott született. Az Isten annyira szeret minket, hogy embert élet ért, hogy megértsük, hogy ő nem hagyott el minket, csak mi vagyunk előtt. Karácsony ünnepe után, hogy hányszor gondolunk arra, hogy ez az ünnep minden nap karácsony kellene legyen. Ha nem tudom minden nap megszületni Jézus az én szívemben, akkor nem jó karácsony. Lehet, hogy kapta ezerféle ajándékot, vagy 100 000 forint értékű ajándékára, de erről Jézus azt mondta, úgyis megrágja, és megeszi a rosta. Úgy sem hiszed magaddal. Egyetlen egy a fontos. Hogy megtudod egy icipicit közelítem azt a Jézus, aki lehajolt a gyerekekhez, felnőttekhez, idősekhez, betegekhez. Tudsz-e olyanná válni egy picit, ha mindenki annyit beszél az ünnepekről, nem beszélünk el. Elhallgatni és megérteni ünnepet. Én most ezt szeretném. Majd látni fogjátok a Betlehemben, hogy a jelenetekben, ha figyeltek, akkor a Jézusi tanításnak belős mondatai elhangoznak, remélem, hogy szívetekben talál. De ugyanakkor látni fogjátok azt is, hogy a pásztorok, a kitaszítottak, a szegények, akik mindig az éhezésről beszélnek, vagy akár a király, a gazdagok, a végén mindenki egy útra talál. Hol az a mennyiség? Annyi minden csillog körülöttünk, a 220 volt már kiváló az áramot, már minden leég, csak a szív nem tud betenni a mennyiségre. Ahhoz egy nagyon Jézus volt. Én úgy örülök, hogy a körülben köszönhetünk fizikáinknak, aki itt van, 100 éves, 100 év tapasztalatával. És ő azt mondta nekem, hogy a karácsony az a szentség, az az imádság, amikor Jézus elé jöhetünk, és átadhatjuk magunkat Jézusnak. Ha az ő tapasztalata ezt mondja, és így érte 100 év, hogy hallgassuk rá. Majd szeretnénk őt, hogyha napkosra köszönnék a végén, és ne ünnepelni az ő születésnapját is. Mert 100 évet megérkezett a világban, átjön a világháborúkat, az nagy dolog. Kívánom ennek a betlehemes játéknak a végére tudjál el csendesedni. Engedj a szívedbe a jelenetben, megszületni kívánni Jézus.
Hábeli korban, népkavarban, nyelvet vacsoró csűrcsavarban, imámat eléd mormolok. Tekints reák, s válts meg minket, békes élet egyre kincset, szét e világban Istenem. Küld el a megváltót, kérlek, adj hitet e népnek. Thank you.
áldozatért tisztuljon ki agy. Csillagcsúcsán járva jutottam el ide, megváltókat kérve, váltsd meg bűnünket. Király lesz népünk, de csillagja lesz, Isten gyermek lesz ő, igaz szeretet. Én Boldizsár vagyok, Egyiptomból jöttem, hogy állatfejű kőszobor lett az Isten. Szeretném népemet megtéríteni, az igaz Isten útjára visszavezetni. Ezért követtem a fénylő csillagot, mely imám közben éppen felrobbant. Idáig vezetett Izrael földjére, itt várjuk valóra szívünk kérését. De merre tovább, mi talán tudjátok, segítsetek, hogy átadjam ajánlást. Thank you.
Ajándékokkal kedveskedtek nekem. Jól esik. Mi az új király keresünk. Neki osztjuk ajándékainkat. Jó helyen jár. Itt mától én vagyok az új király. Éppen a koronázásomat zavártátok meg. Na de folytasd. Engedelmet kérek, hogy beszélek. De mi egy új szülött királyt üdvözöl. Új szülött? Hát úgy nézek én ki, mint egy ma született bárák? Hát egy csecsemő vagyok én. Kontrolljatok innen. Nem kellenek az a francos ajándékai. Kín, jó kutya. Ebből már egy. Hát, még hogy új szülök. Még hogy új király. Még hogy Betle. Na ebből már... Na, menjetek, öljetek meg mindenkit! Itt mától én vagyok a király! De folytassuk a napra! Folytasd! Ahó! 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 Ah
igazságra az fény derül. Mit tehetünk pártoltáson? Szegődjünk az angyal nyomába. Vezessen őt betelen bárkra. Menjünk is, mindannyian! Tudjuk meg, hogy mi az igaz! Hallottál, hogy barlang lett.
És ahogy mondtam, örülök neki, hogy ennyi gyerek köszöntötte most Jézust az ő születése napjáról megemlékezve, és nagyon örülök annak, hogy itt van Gizikenén, aki úgy szintén végig énekelte velük az összes éneket, ebből is látszik, hogy ő karácsonykor ott van mindig a szentmisében, és 100 évesen fejből tudta az összes éneket, ezért most a Betlehemes csapat a 100 tagjával szeretném Gizikenét fölköszönteni, legyen színes ide középre Mária elé kijönni. Nincs már dolgok, amit tanítunk.